Vonzóbbá kívánja tenni a vidéki praxist a családorvosok számára az egészségügyi minisztérium. Erre a célra az országos helyreállítási terv révén érkező Európai Uniós forrásokból is fordítanak, amelyből mintegy 3000 településre orvosi rendelőket építenének, tájékoztatta híradónkat László Attila szenátor, a Szenátus Egészségügyi Bizottságának elnöke. Vidékre csábítana családorvosokat az egészségügyi minisztérium. Jelenleg az országos egészségbiztosítási pénztár képviselőivel egyeztetnek, hogy miként lehetne úgy módosítani a keretszerződést, hogy az a vidéki praxis vállalására serkentse a házi orvosokat, illetve hogy a vidéki egészségügyi ellátást összetettebbé tegyék. Például olyan felszerelésekkel ruháznák fel ezeket a rendelőket, amelyeknek köszönhetően a betegeknek nem kell elmenni a városba, szakorvosi rendelőbe vagy vérvizsgálatra. Ezt a nemrég elkészült helyreállítási tervből finanszírozzák. A helyreállítási terv, ami remélem, hogy elfogadásra kerül, ugyanis a szándékaink szerint, illetve a terv alapján, mintegy 3000 helységbe orvosi rendelőket készülünk építeni ezeknek az összegeknek a segítségével, viszont ami ennél fontosabb, az az, hogy végre beindul az eszköz beszerzési lehetőség, ami lehetőséget teremt arra, hogy létrehozzuk azt az infrastruktúrát, ami egy tisztességes és normális alapellátási tevékenységre szükség van. Hozzátette, a múlt mandátum során jelentős módosításokat javasoltak a törvénykezésben annak érdekében, hogy kiszélesíthessék ezeknek a szakembereknek a munkaköri jogkörét, munkaköri leírásokat, hogy munkájukat minél jobb körülmények között végezhessék. Egyébként a legutóbbi felmérés alapján csak nem 700 romániai településen nincs családorvos. Ezt a számot, ha beszorozzuk mintegy 1500-1600 személlyel, így jön ki az a 1,5 millió ember, aki családorvosi ellátásra szorul, mondta a Szenátus Egészségügyi Bizottságának elnöke.